A Szabadkai Sisa Attila 25 éve foglalkozik évelő dísznövényekkel, egynyári virágokkal. Április végén, május elején a begóniák, a pistikék és más erkélyládába vagy kertbe ültethető virágok a legkelendőbbek. Mi főleg a parki növényeket termesztjük, meg balkonládát is, de a begóniákból vagyunk úgymond legerősebbek, a törpe alacsony növekedésű begóniákból is 8-9 féle szín van, ezen kívül még vannak ugye a nagyobb fajta begóniák, amik akár 50-60 centit is elérik. Ezek újabb fajták is nagyon keresettek, de ezen kívül szalviát, mézecskét, petóniát, lobéliát, napvirágot, ugye a gazániát, és sok más úgymond ilyen olcsóbb, cselepes, idényjellegű virágot termesztünk. Sisa Attila azt mondja, korábban a piacon és a Szabadka főterén megtartott Flora Garden vásáron értékesítette a növényeit. A rendkívüli állapot megnehezíti a kertészek életét is. A virágvásár az a termelők számára egy nagyon fontos bevételi forrást teremtett. Ezen kívül a vásárlók is azt lehet mondani, hogy megszokták azt a 3-4 napot, hiszen ekkora választékot Észak-Vajdaságban máshogy nem lehetett találni. Mert hogy szét vannak aprózódva a piacok, és akkor 5-6 termelő megjelenik az egyik piacon, 5-6 termelő a másikon, és én se sok mindent nem termelek. Ugye muskátliféléket nem csinálunk, futópetóniákat nem csinálunk, sok más nem csinálunk. Viszont ott a virágvásáron 20-valahány termelő megjelenik, teljes palettával, és ez nagyon pozitív volt, hiszen a vásárlók választhattak, válogathattak. A virágkertészek abban bíznak, hamarosan újra megnyitnak a piacok, mondja Sisa Attila. Addig pedig az interneten működő online piaci csoportokban is megtalálják őket a vásárlók.